Online tanulás segítő videó raktárosoknak. Negyedik rész. Foglalja össze a tárolási mód megválasztását, befolyásoló technológiai tényezőket. Mi a tárolási egységképzés lényege? Melyek a kötött és szabad helyes tárolási rendszerek jellemzői? Ismertesse az egységrakományos tárolási módokat. Kulszavak és fogalmak, amik kelleni fognak nekünk. Tárolási mód megválasztását befolyásoló technológiai tényezők. Legalább öt. A tárolási egységképzés lényege felesleges átrakás elkerülése, alkalmazkodás a tárolási módhoz. A kötött helyes és szabad helyes tárolási rendszerek jellemzői. Egységrakományos tárolási módok, állvány nélküli és áványos. A tárolási mód megválasztását befolyásoló technológiai tényezők. A raktár egyik jellemzője az alkalmazott tárolási mód tárolási rendszer. A rendszer megválasztása nem ötletszerű, hanem a raktár technológiai tényezőitől függ. A tárolási mód megválasztását befolyásoló technológiai tényezők közé sorolhatjuk a tárolandó áru jellemzőit. Például alak, méret, súly, térfogat, halmazállapot, fizikai, kémiai, biológiai sajátosságok. Tárolandó készlet és az árufajták száma. Tárolási feladat jellege. Forgási sebesség, a raktár funkciója, gyűjtő vagy elosztó, illetve itt van még a FIFO-elv betartásának igénye. És utolsó sorban az eszköz és objektum adottságait is figyelembe kell venni, tehát a meglévő épületi jellemzőit, a meglévő vagy beszerezhető eszközök és ezek jellemzőit. Tehát a tárolási mód megválasztását befolyozó technológiai tényezők Ugye beszéltünk most a tárolandó áru jellemzőiről, a tárolási feladat jellegéről, és az eszköz és objektum adottságáról. És most, ha ezeket megbeszéltük, térjünk is rá a tárolási egységképzés lényegére, ugye a felesleges átrakás elkerülése érdekében. A raktár technológiai folyamatmodulok közé tartozik, a betárolásra való előkészítés. A tárolási mód megválasztásának egyik tényezője az áru jellemzője. Mégis előfordulhat olyan eset, amikor, be, amikor a beérkező áru nem olyan formában, egységben érkezik, mint ahogyan azt a raktár gazdaságosan tárolni képes. Ebben az esetben az áruszállítási folyamat végén a raktár Rendszereknek megfelelő tárolási egységképzés szükséges. A tevékenység lényege a felesleges átrakás elkerülése, ezért amennyiben mód van rá, a raktár jellegének megfelelő rakományegységekben célszerű az árut megrendelni. A raktár tipizálása történhet a tárolási egységek alapján is. Így Említhetjük, hogy léteznek teljes egységrakományokat tároló raktára, illetve komissiózó raktár is, ahol a betárolt egységrakományok szükség szerinti megbontásával állítják össze a megrendeléseket. Ezekben a raktárakban az egységrakományos tárolási módok közül választhatunk. Egységrakományos tárolási módok. Ezt itt fönt láthatjuk. Tehát van álvány nélküli, illetve álványos. Áványos közül is van statikus és dinamikus. De összetérjünk térjünk el az álvány nélküli Van a tömtárolás és a soros tárolás. És itt nagyjából az álvány nélküli véget is ért. Térjünk el az álványosra. Van a statikus. Tehát van a soros, kettős mélységű, Bejárható és átjárható. Illetve van a dinamikus, tehát gördíthető álványos, görgős, átfutó álványos, előtölthető, elő után tölthető álványos, meg van a speciális álványos Paternoster és karusszel. A raktár tárolási módjára jellemző még, ugye a raktári kiszolgáló gépek rendszere is. Ezek a gépek végzik a különféle folyamatmodulok rakodási, anyagmozgatási feladatait. Rendeltetésüket tekintve beszélhetünk a járművek rakodó rendszereiről, melyek feladata a beérkező vagy éppen kiszállításra váró áruk járműről le, illetve járműre felrakását végzik. Az áru összekészítő téri anyagmozgató rendszerek, melynek feladata az áru a tárolótér kiszolgálásával és a kiszállításra való előkészítéssel kapcsolatos anyagmozgatás. Mindjárt mutatok egy ilyen targoncát, ami megfelel ennek is. Tehát ez egy áru összekészítő Tárolótérű gép. A tárolótéri anyagmozgató rendszerek, melyek feladata a tárolási egységek be- és kitárolása, illetve tárolótéri komissziózás biztosítása. Hát a tárolótéri komissziózásra egyébként a komissziózós targonca remekül használható, hiszen annak egy hatalmas nagy villája van. Igaz, magas, ha nem képes emelni, csak így a föld terén földtől tudja elemelni, de viszont sok raklapot magára képes venni, illetve sok árut képes szállítani. Tehát erre a célra a komissziózós targonca igazán jó. De viszont jellemző eszközeik még a homlükvillás és kézi targonca. Egyébként ez egy terpesz targonca, amit most itt látunk. Ez meg egy gyalog targonca, ami magas emelésre is alkalmas. akkor itt láthatjuk ezt a jellemző eszközt, tehát a homlok, és a kézi targoncák előkészítő térben szállító és rakodó targoncák, univerzális vírás. emelő targoncák, kézi targoncás, görgős és hevederes szállítópályák. Tárolótérben az eddigiek, eddigieken túl a különféle állványkiszolgáló gépek és targoncák, komissziózó gépek és targoncák jellemzőek. Ezek voltak a tárolási módra jellemző dolgok, tehát raktári kiszolgáló gépek rendszere, az áru, elők, áru, áru előkészítő téri anyagmozgató rendszerek, illetve a tárolótéri anyagmozgató rendszer targoncák, oldalvillás, homlokvillás, gyalogkíséretű álló targonca, komissziózós targonca, és a többi, és a többi. Egy raktár megvalósításánál a technológiai kritériumok vizsgálatát kiegészíti a gazdasági hatékonysági elemzés is, amely az egyes tárolási módok jellemzőinek mérleg, mérlegelésével megalapozza a változatok közötti döntést. Ilyen számszerűsíthető tényező például a raktár beruházási költsége, ami a teljes megvalósítás bekerülési költsége, beleértve az épület, a kapcsolatok, a raktár irányítás, beszerzési, megvalósítási költsége, másik ilyen költség tényező az üzemeltetési költség, ami a fenntartás költsége, vagyis a rezsi, fűtés, víz, elektromasság, őrzésvédelem, a munkaerő költsége, az alkalmazott eszközök berendezése, karbantartási, javítási, fenntartási költsége is. A döntés alapja tehát a logisztikai összköltség szemléletének figyelembevételével a tervezési időszakra a költségminimum elérése, vagyis az, az a megoldás, melynél a beruházási és a fenntartási költségek összege a legalacsonyabb. Nézzük is meg az egységrakományos tárolási módokat. Lehet ez állvány nélküli, és áványos is. A raktár csoportosítása történhet a tárolási egységek alapján is. Így említhetjük, hogy léteznek teljes egységrakományokat tároló raktárak, illetve komissziózó raktár is, ahol a betárolt egységrakományok szükség szerinti megbontásával állítják össze a megrendeléseket. Az ilyen raktárban az egységrakományos tárolási módok közül választhatunk. Az egységrakományos tárolási módok lehetnek ávány nélküli és áványos módok. Az ávány nélküli tárolási módon belül tömtárolás és soros tárolás lehetőségét. De még előtte ö, elmondanám, hogy az állványos tárolási mód ö, felosz, felosztható statikus és dinamikus tárolásra. Az állványos statikus tárolásba belül megkülönböztetünk soros, kettős mélységű és bejárható, átjárható tárolási módokat. Az álványos dinamikus tároláson belül megkülönböztethetünk gördíthető álványos, görgős, átfutó álványos, utántölthető álványos és speciális álványos paternoster karusszer tárolási módokat. Tehát most ismételjük át röviden. Tehát az álvány nélkül tárolási módon belül vannak ugye a tárolás és soros tárolási lehetőség. Az áványos tárolási mód ugye lehet statikus vagy dinamikus. Az áványos statikus tárolási módon megkülönböztetünk ugye a soros, kettő bejárható, átjárható tárolási módot, vagy például a dinamikus, még ott van ennél a áványos tárolási módnál, amikor valamilyen gördíthető álványon vannak az áruk, vagy görgős átfutó álványos, vagy utántölthető álványos, vagy egyéb speciális álványos dinamikus távolási módok. Na de röviden az ismétlésről ennyit, és akkor nézzük is meg ezt a FIFO, LIFO és FEFO elvek érvényesítését. Minnyire jön a kép. Hát most már ti is láthatjátok a FIFO, LIFO és FEFO-t. A tárolási rendszerek kialakításánál a kitárolási sorrend kényszer lehet döntő. Ezek az elvek a következők. A FIFO elv. Más néven first in, first out. Ez a raktározási elv akkor javasolt, ha egy adott fajta árucikket kell tárolni. És emellett biztosítani kell, hogy mindig korábban elsőként elhelyezett egység legyen először kivehető. Alkalmas az áruk optimalizált előkészítéséhez gyártásban és szerelésben, illetve azon iparágakban, Melyekben lényeges az olyan tényezők figyelembevétele, mint például az élelmiszerek minőségellenőrzési ideje. LIFO elv Last in, first out. Az ÁVÁR rendszerbe utoljára behelyezett árut kell elsőként kell kivenni. A LIFO elvet többnyire hosszabb állási idő és olyan árucik esetén alkalmazzák, amelyeket nagyobb darabszámban kell raktározni. Ez a fajta raktározás a blokk raktározás hatékony alternatíváját jelenti, és különösen az érzékeny áruk kimélő raktározására kiválóan alkalmas. És akkor most nézzük is meg a fefó elvet, azt hát itt nem látjátok a képen, de mindjárt mondom mi az. Tehát a fefó elv. First expired, first out. Ez az elv az árucikkek lejárati idején alapul, méghozzá olyan módon működik, hogy az a termék kerül ki legerőször a raktárból, amelynek a leghamrabb jár le a szabatossági ideje. Ez az elv egy élelmiszerraktárban igen fontos a megfelelő minőség tartásához. Tehát azok áru kerül ki legelőbb, aminek leghamarabb jár le szavatossági ideje. Ez pedig nem más, mint a fefó elv. És akkor most térjük is már erre a, a lofó elvre. Love first out. Az elv, pillanat. Az elv, az árucik az értéktől függően kerül kiszolgálásra. Vagyis ennél az elvnél az árucik kerül ki a legelsőként, amelyet a legalacsonyabb áron szereztek be. Tehát a lofó nem más, mint az elv, az árucik az értéktől függően kerül kiszolgáltatásra. Vagyis ennél az elvnél az az árucikk kerül ki legelsőként, amelyet a legalacsonyabb áron szereztek be. Remélem mindenki megértette, és akkor most térjünk rá az utolsóra, tehát a HIFO elvre, tehát hike first out. A LOFO elvnek ez a fordítottja. Vagyis itt az, árucik, az az árucik kerül legerőször kiszolgálásra a raktárból, amelyet a legmagasabb áron szereztek be. Ez a hifó. De viszont ne felejtsük ki, ami sajnos kimaradt ebből a listából, ami a leglényegesebb, főleg az üzletekben, az nem más, mint a fefó el. Tehát az az árucik kerül ki leghamarabb a raktárból, aminek a szavatossági ideje sokkal korábban, tehát sokkal hamarabb jár le. Ezt remélem mindenki megígyezte, mert ezt az üzletek, főleg a élelmiszerkereskedések igazán sokszor alkalmazzák, főleg az élelmiszer termékekre. Nézzük is meg, mert még ennek a fejezetnek a része még a távolság szerint elv. A stratégia lényege, hogy távolságot veszi alapul és nem a sorrendet a kiszolgálás során. Vagyis az árucik, az, az árucik kerül ki először a raktárból, amely a távolságot mérve a legközelebb esik. Ez felgyorsítja a munkát, ha egy betárolás után nem kell nagy távolságot megtenni egy kiszolgáláshoz, hanem a hozzánk legközelebb esőt tároljuk ki, Viszont ez a fajta stratégiát csak olyan raktárakba lehet érvényesíteni, ahol az árucikkek minőségromlása minimális, tehát hosszú idő. Tehát, mint mondjuk például konzerv vagy tévé, hát ennek nincs is minőségromlási ideje, inkább elévülése, Ö, illetve Zsebkendő, tehát ilyen árucikkeknél lehet ezt a távolság szerinti elvet alkalmazni, ahol lepakolik a hozzánk közelebb, sőt, azt kész. Látható tehát, hogy a raktárban lévő áruknál a logikai sorrendet szinte minden esetben a kitárolási, komissziózási sorrend alapján határozzuk meg. Éppen ezért az árukat kitárolás szempontjából legkedvezőbb helyre kell elhelyezni. A legkedvezőbb hely meghatározása más szempont figyelembevételét is igényli, például azt, hogy a kigyűjtendő áruforgási sebessége mekkora. Adott időszakban hányszor kell megközelíteni, hozzányúlni. Ebből a célból szükséges a tárolt árucikkeket fontossági sorrendben rendezni, és ennek megfelelően raktári zónákat kialakítani. A zárucikkek fontossági sorrendbe rendezéséhez a Pareto elven alapuló ABC elemzést alkalmazzuk. Az eljárás lényege, hogy a készletelemeket azok relatív fontossága alapján csoportosítjuk, és a csoportok szerint differenciált módszereket alkalmazunk. A kiválasztott fontossági szempont alapján az egyes anyagféleségeket csoportokba rendezzük. A, B, C. A felhasználási mennyiség alapján a teljes tértelt szám 20%-át kitevő legnagyobb mennyiségű értéket képviselő térteleket az A csoportba. A következő 40%-ot a B csoportba és a maradék 40%-ot a C csoportba soroljuk be. Ezek a százalékértékek a konkrét vállalati körülmények alapján választhatók. A lényege az, hogy jól elkülönítsük az egyes csoportokba a tételeket. A tárolóhely kijelölés szempontjából a legnagyobb felhasználási mennyiségű, az A kategóriás termékeket helyezzük a manipulációs zóna közelébe. A C kategóriásokat a legtávolabb a manipulációs tértől. A térzónákra osztásán túl szükség, szükséges még a tárolási logikán belül azt meghatározni, hogy egy adott cikkelemnek állandó helye van, vagy a zónáján bel belül bármelyik üres tárolóhelyre elhelyezhető-e? A tárolási rendszer ilyen szempontú csoportosítását az alábbi táblázatban láthatjuk. A raktárban kialakított tárolási rendszernek két alapvető formája van. Kötött helyes tárolás, és szabad helyes tárolás. A kötött helyes tárolás azt jelenti, hogy a raktárban minden cikkcsoportnak vagy cikkelemnek kijelölt tárolóhelye van, és csak azokkal lehet betárolni. Előnye, hogy egyszerű nyilvántartást igényel és könnyen követhető a készletváltozás. Míg hátránya, hogy nem tud rugalmasan alkalmazkodni a készleten lévő cikkelemek változásához, és előfordulhat, hogy üres tárolóhelyek mellett más cikkelemeknél elégtelen a rendelkezésre álló raktári kapacitás. Nézzük is meg a másodikat, tehát szabadhelyes tárolás. Azt jelenti, hogy meghatározott feltételek mellett bármely tárolóhelyre bármely cikk tárolható. Előnye képes rugalmasan kiegyenlíteni az egyes árucikkek készlet ingadozásaiból a következő tárolási igény változását. Hátránya viszont, hogy az áruelhelyezés és a tárolóhely nyilvántartás nehezen követhető. És akkor nézzük is meg ebbe a fejezetbe az utolsó tétel, tehát a tárolási módok jellemző számszerűsíthető tényezőjét. Beruházási költség térfogat kihasználás. Egy raktár megvalósításánál technológiai kritériumok vizsgálatát kiegészíti az a gazdasági hatékonysági jellemzés, amely az egyes tárolási módok jellemzőinek mérlegelésével megalapozza a változatok közötti döntést. Ilyen számszerűsíthető tényező például a raktár beruházási költsége, ami a teljes megvalósítás bekerülési költsége. Beleértve az épület, a kapcsolatok, a raktárirányítás, beszerzési megvalósítási költsége. Másik ilyen költségtényező az üzemeltetési költség, ami a fenntartás költsége, vagyis a rezsi, fűtés, víz, elektromasság, őrzésvédelem, a munkaerő költsége, az alkalmazott eszközött berendezések, karbantartási, javítási, fenntartási költsége is. A döntés alapja tehát a logisztikai összköltség számléletének figyelembevételével a tervezési időszakra a költség minimum elérése, vagyis az a megoldás, melynél a beruházási és fenntartási költségek összege a legalacsonyabb. Ezzel a mondattal be is fejezném ezt a Negyedik részt! Úgyhogy sziasztok! A további viszontlátásra, további jó tanulást kívánok!